Háló, sziasztok, Kristóf vagyok, és itt is lennénk egy Robben Projectes videóval. Előbb beközöttem úgy, hogy FIFA Ultimate Teamesbe, de tök 8. Na, akkor hogy is állunk most? Csapatunk jelen pillanatban Rónival kiegészült, amit így kell mondani az előző körben. Aki nem tudna, hogy milyen játékos, igazából úgy kerestem rá, hogy a legjobb lövő és középpályás a Bundesliga-ba, aki ezüst, és őt dobta ki, de amúgy is tudtam róla. Mivel iszonyat nagy lövőereje van, ezt játékon belül majd ott a in-game statoknál még tudom nektek ábrázolni. Mindegy, játszunk is egy mérkőzést, igazából ilyen bajnokságot játszok, championshipet. Az első mérkőzésen az ellenfél kilépett, azelőtt is, reméljük most is valami hasonlóba tudunk muzsikálni. Na, álljunk meg mi egy szóra, még annyi a változás, nincs változás, a játékosoknak a fitness egész jó még szerencsére, úgyhogy nem lesz itt para. Hát remélem tudom hasznosítani Rónit, de azért én most megpróbálom oda áttenni, mivel én ez az oldalon többet játszok. És valami jobban szeretem ott van a jobbik játékos. Na srácok, is meg is érkezett az ellenfelünk. Na és akkor rászok ki a jó kis mezünket, hogy ott az új logó, a Junior. Az ellenfelünk neve valami Schickel, Bakkie, vagy mi a neve. És akkor nézzük is az ellenfél csapatát, ott mindjárt feltűnik, ne legyen arany és nem arany. Mandzukic kint van a szélen, ott van egy ilyen szaúd-arábiai, nem szuper link, de egy ilyen nagyon jó link. Van egy Marquinhos, vagy nem tudom, hogy hívják azt a brazil left-backet, akit az ellenfél CB-be játszott. Na mindegy, igazából nincs nagyon összhangja, 69-es besorolás, 49, 47-es összhang. Egy nap azután 5 ember kezdi el szinte a projektes dolgokat. Nem értem. Na minden srácok, fejezzük be ezt a dolgot, és akkor majdnem volt egy helyzetünk amúgy. Közben Robbennel el tudunk menni. Fröde, Böde, Kopi, írtátok. Müller, ujjj, megputtam gól, 5. perc. Úgyhogy, ja, 5. perc. Gól, Müller. Nem a Thomas, hanem a P. Müller, nem tudom ki milyen Müller. Robbennek kéne gólt rúgni amúgy. Nem tudom hol van. Amiri. Jaj, trap véd, és Robben nem ér oda. Onisovo még ott van. Jó van. Még Róni nem nagyon volt játékban, de most ott van. Na, egy jó lövőhelyzet ki kell alakítani. Hát az fájat ott. Mindegy, még egyet. Nem tudjuk, hogy megtolni, és a bíró nem fúj semmit. Sajnos. Kléber, aki eddig nincs panasz, iszonyat jó védő. Onisovo. Pont a másik oldalon van többet a labda, mint ahogy terveztem. Tök mindegy, mert vezetünk. Fejre van-e valaki? Az Müllernek be kéne fejelni, Müller dupla nincs meg. Mandzsuk is megy a szélre, azért figyelni kell, amikor az ellenfél nem tudom, mi nem centerben játszatja. Talán ott fejesekre jobban menne. Müller, ott Robben megy, Robben nem volt lesen, még jobban Robben nem volt lesen. Nem érünk oda, leszerelik. Na indítsuk ott valakit, megint Müller megy, Robbennek is ott van. Nem jó. Mandzsukic, szélsőként, nagyon érdekes. Ajaj, és most a védősorunk ott hibázik. És be tudunk állni Bölder. És akkor majd itt vagyunk, tele kíváncsi, hogy mennyi a lövőreje Rondinak. 89, 95-ös lövőerő, jól van, akkor azt fogjuk majd nyomni. Az úgy jól hangzik. Robbennek kéne majd visszajátszani. Az jó, rúgjuk el! Jaj, lecsúszott neki sajnos szerintem. Aztán lesz. De nem volt az szerencsére. Gyere. El lehet rúgni, jaj, megpattan. Hát igen, itt volt az a lövőerő, trap nem tudta ezt megfogni. Boulder tud fejelni, és trap újabb védése. Kéne még egy gól azért biztonság kedvéért. Megint jobb a Kleber. Ojj, és az már bemegy. 2-0, úgyhogy még Robben nem rúgott gólt. Mindegy, igazából egy fejlesztés így is megvan. Úgyhogy srácok, jó állunk. Tehát a meccs az valószínűleg így meg lesz. És írjátok olyan, hogy vegyem meg Stiebert, akit lehet meg is fog venni majd. Hogyha úgy Robbennel rúgnánk egy gólt, akkor pont 2 fejlesztés jönne össze. Lehet ő lenne ott majd a szélen. Ja, és srácok, az előző részben kérdeznek titeket, ne legyen akkor, hogy az ellenfél kilép. És egyértelműen megszavaztátok azt, hogy egy nagyon jó ötlet volt, amit támogatok, és ezt majd következő részbe bele is foglaljuk. Azt a mindenit surolt a hálót, 2 perc ráadás. Hogyha az ellenfél kilép az első fél időbe még, akkor 2 tudunk fejleszteni, vagy lehetőségük legyen fejleszteni. És hogyha az ellenfél a másik fél időben lép ki, akkor sima győzelemnek könyveljük el. És akkor ugye egy fejlesztésünk lesz a győzelem miatt. Tehát, hogy így tervezzük. Róni megint egy longshot. Azt a mindenit, hát Trappnak van dolga. Szóval ezt így támogatom, ezt majd következő videó elére be is fogom tenni, mint így új szabályváltoztatás! És Róni, hát Róni jó játszik, az biztos. Nem volt még neki gólja, de majd lesz, reméljük.
Robbennek kimegy, áll inkább fejre. Most Robbennek, én nem indulsz, miért nyomok indító paszt? Jó, szöglet. Kéne két assziszt is. Mondjuk az egyik volt már egy asszisztunk, úgyhogy akkor srácok, nyomjunk is, el is felejtettem. Ott a szöglet, és újabb szöglet! És Boulder megint érkezett. Hát milyen jó fejjel srác, mondjuk elég magas. Na úgyhogy Robbennek van már egy asszisztja, mert ugye ott rögtön a szögletből jött. Úgyhogy az úgy elég menő. És akkor Robben, gyere. Az nagyon gyönyörű, az nagyon gyönyörű. Én nem, már bekönyörgöm. A Robben egy fejlesztés, így van gyerekek, 61. perc, 3-0. Egy gól Robbennel, ez így szép volt. Most azt a módszert nyomtam, amit ajánlottatok már sokan, hogy a... Hogy R1 plusz kör kombinációval ilyen csavart labdaként a kapus mellett könnyedén el tudom fektetni. Hát végülis bement, most nem panaszkodok. Robben! Újabb fejlesztés! Hát érik ez! Érik ez! 63. perc, 4-0 már is Robbennel. Jó, Müllernél van a labda, aztán remélik Robben eljut. És ha ott el tudunk menni, akkor nincsen gond, én azt mondom, nem is fog semmit cselt csinálni. Az ellenfél védői, az úgy szép. Passzal is jó lenne, Rankovics, menjen be! Cselesik az ember! Jaj, szegény Rankovics! Mi van gyerekek, mi van? Onicsó, egy Robbenre rárugjuk! Hát ez ilyen fail. Tehát, hogy ez ilyen fail. 2016-os összeállítás majd be lehet tenni. Jó, most 2016 mindig elfelejtem. Egy Robben gólpassz érik talán. És... Új Robben gólpassz, megvan újra fejlesztés. Így van újra fejlesztés még hozzá. Azt jelenti, hogy én már 5-öt tudunk fejleszteni a következő részre, illetve a mostani rész végén és csapatunkon. Hát nem tudom, hogy hogy legyen igazából, rengeteg variáció van a fejembe, de lehet fogunk venni két ezüst játékos, tudnánk egy ritka ezüstöt venni, illetve egy ezüstöt. Érdekes dolog. Így van, srácok, itt is van a vége a mérkőzésnek. És Robben majd megkaptam a meccsembe, mert előbb hülyeséget mondtam, mert úgy volt 5, hogy már meccsemberének számoltam, de szerintem megkaptam, mert két gólt rúgtunk fele, illetve két assziszt is van. A mérkőzés jó volt, az ellenfelt elég könnyedén meg tudtuk merni, szerencsére, nem volt ezzel gond. Nézzük is meg, hogy ki lett a meccsembere. Így van nálunk, srácok, Robben lett, 9,5-öt kapott, tehát vagy bőven 9,5 fölött kapott, úgyhogy ennek örülök. Így hát 5-öt tudunk fejleszteni, ugye a győzelem miatt, a két assziszt miatt ugye egyetér, a Robben meccsembere és Robben két gól az úgy 5. És akkor nézzük is meg, hogy kitaláltam így a csapatba emberként, meg hogy még futballon átnézem meg futtalan dolgokat, úgyhogy mindjárt jelentkezek. Nos srácok, a következő játékos, akit most meg szeretnék venni, az nem más lenne, mint S-Svine. Iszonyat jó, gyors, Augsburg játékos. Német igazából, volt egy nagyon szveci csatárkártyája, FIFA 13-ban, jól tudom, Royce-szal. A verhetetlen duó körülbelül olyan szinten voltak, és akkor őt én most meg is szeretném venni, és ez fajn egész olcsónak mondható szerencsére. Tudom, hogy a FIFA 14-15-ben is nagyon jó kártya, FIFA 13-ban még arany volt, és igazából akkor nagyon kellemes csalódás volt, így olcsó rózként is emlegetik, úgyhogy nézzük is meg, mit fog tudni nekünk ebbe a pozícióba, vagyük is be a csapatba, és ugye ezzel az öt fejlesztésben is fog menni nekünk. 3. Itt is van S-Fine csapatunkban a padon, és akkor tegyük is be erre a helyre, nagyon szuper. Viszont ő is egész sokáig tervezem, hogy játszon a klubba, ezért fog kapni egy-két dolgot, ugye átalakítót, hogyha van. De ott egy positioning, na ez jó. Ez így meg is fele, így 9-es összhangja van, ami teljesen jó neki. Kap egy chemistry style-t, ami szerintem Marshman, ja az jó lesz neki, az úgy elfogadható. És akkor srácok, még tudunk venni. Na és srácok, meg is van a következő játékos, a védelmet szeretném fejleszteni. Még az egy elég vicces, vagy nem tudom, nem hallottam még róla, játékos találtam. György Galgarics. Galgarics György. Itt is vannak magyar vonatkozásai, tehát osztrák. Úgyhogy ja. Itt is van, 500 koinja meg tudunk venni szerencsére. Ahogy látjátok, jobbek. Ideje lesz már kicsit a védelmet is fejleszteni. Mert így, hogyha most így ezt így berakjuk, mint ezt a játékost, akkor minden pozícióban szinte lesz egy ezüst játékos, illetve kettő. Kapusunkat kérdezik, hogy mi kérdezik, hogy mikor fogom lecserélni, egyelőre nem tervezem, mivel teljesen megfelelőnek tűnik.
Úgyhogy srácok, a mai videóban ennyi fért bele, köszönöm szépen, itt voltatok. Lájkoljátok nyomjátok egy lájkot a videóra, ha tetszett, és várjátok a folytatást, várom megjegyzéseket, meglátásokat, hogy mit itt terveztek, meg mit javítanátok a sorozaton, meg ilyesmi a csatornával, nem lennétek még feliratkozva, iratkozzatok fel, sziasztok! Így néz ki most a csapatunk, elég menő.